Mostan puszta ám igazán a puszta, írta Petőfi 1848. januárjában, pedig akkor még nem is láthatta a folyó szabályozások eredményét, mely az Alföld jelentős részét szikesivataggá változtatta. A gazdálkodók egyedül az öntözésben reménykedhettek, ehhez pedig víztározókra és csatornákra volt szükség. A Szőke-Tisza felduzzasztásával kialakított kiskörei víztározó Magyarország második legnagyobb tava. 1988 óta a neve hivatalosan is Tiszató. Az Alföld szívének is nevezik, abár inkább műszívez, hiszen a Szomj halára ítélt Alföldet mentő mérnökök alkották. Az életmentő műtét sokáig tartott. A kiskörei vízlépcsőt 1967-től 1973-ig építették, de a hullámtér feltöltése csak 1978-ban vált teljessé. A 127 négyzetkilométer területű Tiszató tározótere régi holtmedrek, vízfolyások, egykori legelők, erdők, szántóföldek helyén létesült. Négy nagyobb, nyílt vízű medence mellett öblítő csatornák, szűk átjárók, szigetek, s rajtuk kisebb tavak, kubik gödrök, zegzugok teszik meglepően változatossá. Földrajzi nevei szinte zenélnek. Borzanat, Ráboly, Gaznyilas, Dühös Lapos, Apota, Duhogó, Nyárátka, Göbe, Tergeerdő, Aponyháti csatorna, Vakegervize, Buláti sziget. Március végén a kiskörei duzzasztómű segítségével megkezdik a tóvíz szintjének fokozatos emelését. A nyári szint elérése két hétig tart. A műveletet a vezérlőhelyiségből irányítják. Az öblítő csatornákon az addig zárva tartott zsilipeket felnyitják, így a Tisza vize újra bejut a tározótérre. A Tiszató, az Alföld szíve, Kelet-Magyarország legnagyobb tava, olyan víz, ahol részben az ember irányítja az évszakok változását. A vízszint szabályozás az őszt és a tavaszt két további, egymástól merőben különböző időszakra osztja, így itt az évszakok száma 4-ről 6-ra nő. Két ősz köszönt be a nyár nyomán, s a tavasz is kétszer ébred a tél fagyos álma után. Április elején a Tiszató hat évszaka közül az elsőnek, a kisvizes kora tavasznak már csak napjai vannak hátra. Cankók és más kisebb parti madarak pihennek meg vonulásuk közben a nagy állóvíznél. A túlfeneke csupán egy-két únyi víz fedi, amit könnyen meglábolnak táplálék után kutatva. Szomorkás füttyögésük beleolvad az ilyenkor még kihalt táj csendjébe. Az alig észrevehetően emelkedő vízszint számukra sokat mondó. Arra sarkalja őket, hogy kerekedjenek fel újra, és vonuljanak tovább költőhelyeikre. Itt hamarosan túl mély lesz nekik a víz. Április közepére eltűnnek a cankók, és megkezdődik a Tiszató második évszaka, a nagy vizes tavasz. Az óhalászi Holt-Tisza partján a hirtelen jött vízszint emelkedés még a szárazföldi állatokat is meglepi. A vízimadarak kifejezetten élvezik. Ha két kisvöcsök találkozik, jellegzetes hangjukon üdvözlik egymást. Most viszont egy másik hangra is felfigyelnek. A terület leggyakoribb ragadozó madarai barna réti héjjel kémlelik a tájat.
A tojó messze hangzó kiáltásával jelzi a fajtársaknak, hogy ez itt az ő területe. A hím az ellenkező irányból érkezik, meglepve a kisvecsköket. Minden tavasszal sikeres vadászatokkal kell bizonyítani a rátermettségét a tojó előtt. Ez most nem sikerült. A vöcsök gyorsabb volt. Most, hogy a poroszlói medencében újra elég magas víz hullámzik, úhalász ismét megközelíthető az ember által is. Egyetlen keskeny, vadregényes kis átjáró lehet ide behajózni. A belső meder jóval mélyebb, mint a tározó. Itt télen is marad elegendő víz a halak teleléséhez, de az év többi szakában is kedvelt élőhelye az állóvízi fajoknak. Amint megnyílik a vízi út, a tó halgazdálkodási hasznosítója megkezdi a compó állomány erősítését. Az oxigénnel ellátott halszállítókádból az általuk kedvelt élőhelyre a parti öv gyékényesébe kerülnek a kis compók. A csukai vadékkal jóval óvatosabban kell bánni. A zsengetest könnyen sérül. A csuka nászidőszaka február és március. Abban az időben pedig a tározótére még nincs elég víz a szaporodásukhoz, ezért indokolt a több százezernyi ivadék telepítése most nagy víz idején. A csuka ivadékok már ilyen fiatalon is zsákmányul ejthetik és felfalhatják egymást. Ezért a kihelyezésnek itt nagy területen elszórva kell megtörténnie, miközben a csónak lassan, szinte lábújhegyen halad, az ivadékokat óvatosan, csak nem egyenként öntik a vízbe. A halak persze maguk sem tétlenkednek, és megkezdik az ívást szép sorban, ahogy eljön az ideje. A ponyfélék közül első a dévérkeszeg, mely a vízszint változást főleg az öblítő csatornák partjai mentén érzékeli. A lapított testű, palacsintaszerű halak a parti fűzfák vízbelógó gyökerei körül gyülekeznek, mert majd azokra tapasztják ikráikat. Mikor a párzási láz fellángol, több hím is nyomába szegődik egy-egy nősténynek, majd csapkodó tömegben a parti fűzfa gyökerekhez dörgölőzve ívnak. Így a kibocsátott és megtermékenyített ikrák zöme megtapad a szakállas gyökérzeten. A vízben lebegő ikrák is a part felé sodródnak, végül a fűzgyökereken egész ikrafürtök csüngenek, ami minden állat számára elsőrangú fehérjeforrás. A tőkés récék is lelkesen fogyasztják. A törpeharcsáról közismert, hogy falja az ikrát. De kevesebben tudják, hogy ilyenkor valójában minden hal ikrát eszik, még a bodorkák is. Ezért is raknak a keszegek rengeteg ikrát, mert így a megtizedelt mennyiség is elegendő a következő nemzedék biztosításához. A legtöbbet az ember árthat a szaporulatnak. A nem körültekintően közlekedő hajók, motorcsónakok által keltett hullámzás leverheti a gyökerekről az összes ikrát, melyek az iszapos, oxigénben szegényebb fenékre hullva elhalnak. Ezen az öblítő csatornán nagy a csónakforgalom. Egész nap egymást érik a járművek. Most, hogy jól laktak dévérikrával, az ívás sora a bodorkákon van. A pozícióikat féltő hímek lögdösödéséből sajátos kis tánc kerekedik.
A Tiszavalti medencében a frissen elöntött laposokon mindenfelől nádzörgés, fröcskölés hangja hallatszik. Az emelkedő vízzel óriási pontyok úsztak be. A laposok alig 2 hete még csontszárazon álltak. A víz még most is sekély, a nagy számban gyülekező pontyoknak szinte kilátszik a hátuk. A vízszint emelkedése a szaporodásra késztető tényezők közül az egyik legerősebb. Ehhez jön még az április végi szokatlan felmelegedés, így hát a pontyok idén korábban megkezdik az ívást. Először a nyílt részeken ismerkednek egymással, és verődnek 3-4-es csoportokba. Egy-egy ikrás kelleti magát, egyre több hódolót gyűjtve. Mikor úgy ítéli meg, hogy elég sok követője van, az ikrás a nádas felé veszi útját. A pontja természetes élőhelyeken az elöntött ártéri réteg növényzetében ívna, ám ahogy a Tiszató öregszik, egyre kevesebb ilyen helyet talál benne. Maradt hát a nádas. Jobb híján abban történik-e korai nász. Ahogy egyre melegebb a délelőtt, az ívás vehemenciája fokozódik. A 10 kiló feletti pontyok párzása messze hangzó, fröcskölő zajjal jár. Csendben megérkeztek az ezüst kárászok, és ivari parazitaként rátelepednek a pontyívásra. Ennek a távol-keletről betelepített fajnak számos helyen csak nőstény egyedei vannak, melyek más pontyfélék hímjeit csábítják el, de az utódokból az apa örökítő anyagát kizárják, így a szaporulat ezüst kárász klónokból fog állni. Ezek a halak drasztikusan blokkolják a ponty szaporulatokat, nem is szólva az általuk szinte teljesen kiszorított őshonos kárászfajról, a széles kárászról, mely már a Tiszatóban is ritkaság. A kiesett ponty szaporulatot mindenütt telepítésekkel igyekeznek fótolni. A ponty elsődleges fontosságú a horgászok számára. A Tiszatóba tehát számos ponton, több hullámban telepítik a tógazdasági pontyok különféle korosztályait. A kétnyarasok közül egy kijelölt mennyiség egyedi jelölést is kap, így visszafogás esetén vándorlásuk és növekedésük nyomon követhető. 28 fél, 11. Ez az. A szivárványos ökle a legkisebb pontyfélénk, 6-8 cm-nél nem nő nagyobbra. A teljesek színes nászruhája és az ikrások hosszú tojócsöve mutatja, hogy ők is készek az ívásra. Egy furcsa hal kisé megijeszti őket. Ritkán látnak réti csíkot. A réti csík a nappalt az iszabba fúródva tölti, de a légnyomás esését minden barométernél pontosabban megérzi. Ilyenkor izgatottá válik, előjön és új utakat keres. Nyugtalansága pontosan jelzi, hogy az eddig száraz és meleg tavaszban az időjárás gyökeres fordulatot vesz. Hegyként tornyosulnak a hatalmas felhők, és vihar előtti csend üli meg a síktájat.
Február óta először ered el az eső, és látszik, hogy nem fog hamar elállni. Az alacsonyabb, füves partok nagy tócsái lassan összeérnek a tóval. Ez az, amire a réti csík várt, ami miatt már egy napja nyugtalan volt. Ilyenkor nyílik meg az út igazi otthonába, az ártér sekély vizébe. Létfontosságú, hogy előre érezze és nyomban kihasználhassa a víz emelkedését, vagy időben menekülhessen az apadás elől. Az eső csak esik és esik, az évtized legcsapadékosabb májusát hozva. Hosszú hetek múlva, mire eláll, a táj alaposan megváltozik. A Tisza megduzzad és szőkévé válik az áradás agyagos hordalékától. Az öblítő csatornákat lezárták, hogy minél kevesebb hordalék rakódjon le a tározó térben. A víztöblet az áramló Tiszán lassan levonul, de addig még sok idő eltelik. Most csak jön a Zöldár. A hullámtéri erdők már víz alatt állnak. A szúnyogok most bepótolták, amire eddig nem volt lehetőségük. Lárváik nyüzsögnek az erdővizében, ők maguk pedig a fák közt. Vöröshasú unkák melankolikus ümmögése hallatszik mindenfelől. Az erdőben egyre magasabban áll a víz, és még mindig csak emelkedik. Réti csíkunk jól lakott szúnyoglárvával. Néha felúszik levegőt venni. Az oxigén szegény mocsarakhoz és sekérétekhez alkalmazkodva belének egy szakasza fel tudja venni a légköri oxigént. Az elhasznált levegőt a végbelén nyomja ki, miközben frisset nyel a felszínről. A jégmadár úgy választja meg ürege helyét, hogy az a legmagasabb vízszint felett legyen. Ha már tojáson ül is, rendszeresen kiröppen egy közeli faágra, ahol különféle szükségleteit végzi el. Aztán irány vissza a tojásokra. De nem sokára ismét megjelenik, hogy köpeteljen egyet. Ilyenkor a lenyelt apró halak emészthetetlen részeitől szabadul meg. A tóparton egy vízisikló leselkedik, aztán komótosan tovasiklik. Épp időben ahhoz, hogy az érkező szürke gémek figyelmét elkerülje. A gémek számára az eső utáni parti kiöntések valóságos terített asztalt jelentenek. A sekélyvizet könnyen meglábolják zsákmánykeresés közben. Az előbbi sikló biztonságos távolságban úszik be a nádasba, így ezúttal már megmenekült. De a gémnek az élettől nyüzsgő part mentén közelebb is lesz még prédája. Legnagyobbat ugró békánk, az erdei béka ilyenkor már szárazföldön tartózkodik. Hiába a hatalmas ugrások, a békából sovány kis előétel lett. Bár teste nyálkás, mégsem csúszik annyira, mint egy halé, ezért a gém egy korty vizet is utána küld. Tetőzik az árhullám, megtelt a hullámtér is. A Tisza vize kint áll a gát lábánál. Ahol a víz végre füves területet ér, megjelennek a pontyok.
A folyószabályozások óta ritka alkalom a halak életében, hogy igazi ívóhelyükön elöntött réten ívhatnak. Csak akkor történhet ez meg, ha egy árhullám tetőzik és eléri a gátat. Ráadásul épp a megfelelő időben, májusban. Ezt a nagyjából 7-10 évente kínálkozó alkalmat a pontyok most jócskán ki is használják. Az áradásnak egy sokkal tragikusabb következménye is van. Az ukrajnai vízparti szemétlerakókból a Tiszába mosódott műanyag hulladék tonnaszámra úszik be Magyarország területére. Ott, az úszó hulladékhalom mellett hirtelen megkezdődik a híres tiszavirágzás. Az agyonszabályozott, gátak közé szorított, cianiddal és műanyag hulladékkal meggyötört folyó megmutatja, hogy él és élni akar. A Tiszató öblítő csatornái a folyó vizét szállítják a tározó tér felé. A tiszavirágzás itt, a folyótól távolabb is igen intenzív lehet néhol. Thank you.
Balinok akrobatikus ugrásokat mutatnak be egy-egy kérészért. Billegető telicsőrrel is tovább akar vadászni. Végül egy balin megoldja a helyzetet. Most tiszavirágot eszik, aki él és mozog. A rajzás egy óra alatt véget ért, a mai légtáncosok egyike sem él már. A feltámadó esti szél csak levedlett bőrüket ringatja. Duzzasztó hosszú évtizedeken át szinte teljesen elvágta a tiszai halak vándorlási útvonalát. A 2014-re elkészült kiskörei hallépcső Közép-Európa leghosszabb olyan létesítménye, amit szándékoltan ökológiai folyosógyanánt építettek. 1371 méter hosszú, szelvényekre osztott csatornával kerüli meg a duzzasztó művet, így hivatott szabad vándorlási lehetőséget biztosítani a tiszai halak számára. Egy egyszerre kialakított megfigyelőhelyen két kémlelő ablakon keresztül látható a halak mozgása. Az üvegen át igazán ritka pillanatoknak is tanulni lehetünk. Egy süllő zsákmányát most egy harcsa elrabolja. Mellé szegődik, egy kör megtételére kényszeríti, miközben megfogja a szájából kiálló kis halat, majd egy fejbiccentéssel odébb taszítja a hoppon maradt süllőt. A harcsa eredetileg éjszakai ragadozó, de a hallépcső bőségében nappal is vadászik. Látása gyenge, tájékozódása főként bajuszával való tapintás útján történik. A hallépcsőbe a vándorló halakat sok ragadozó követi. A süllők csapatosan őrködve várják a zsákmányt. Dülledő szemükkel, a harcsával ellentétben, jól látnak a homályban. A megfogott halat célszerű minél gyorsabban lenyelni, különben a vetélytársak szemet vethetnek rá. A kötélhúzásnak két éhesen maradt süllő és egy kiszabadult bodorka lett az eredménye. A csuka szájából nincs menekvés. Befelé görbülő, sűrű fogazata nem engedi el, amit egyszer elkapott. Sok csuka száján látszanak komoly horogsebek, némelyiket rendszeresen, szinte naponta kifogják, és visszaengedik a horgászok. A Tiszató hat évszaka közül a harmadik, a nyár beköszöntekor tetőzik a szélhajtó küszög ívása. Ilyenkor ezek a kistermetű halak hatalmas rajokba tömörülnek. A rájuk specializálódott balinok már várják őket. A balin az evolúció során később vált predátorrá, mint a többi ragadozó halunk, fogakat így még nem volt ideje növeszteni. Kénytelen testi erejét és lendületét használni.
fogatlan, sima állkapcsai közül könnyen kicsúszik a zsákmány, ezért először orrával löki meg a kis halat, és kirepíti a vízből, akár egy fejelő focista. A repüléstől összezavart küsz egy pillanatra elveszíti az irányérzékét, a balin pedig ezt a pillanatot használja ki, hogy elkapja. Csoportban a balinok az egymás által kifejelt halak összefogásából űzhetnek sportot. Később a nyár folyamán fehér busa csapatok árasztották el a hallépcsőt. A távol-keleti eredetű, hozzánk a 60-as években betelepített hal szinte kizárólagos planktonfogyasztó, és ahol ilyen tömegben szaporodik el, az őshonos halivadékok maradhatnak táplálék nélkül. Ami a közelmúltig példátlan, 2019-ben busa ivadékok milliói jelentek meg itt, bizonyítva a busa rendkívül sikeres tiszai szaporodását. A hatalmas ivadékrajok az alulról és oldalról érkező ragadozó támadások miatt folyamatosan változtatják alakjukat. Itt is, ott is meglódulnak menekülés közben, de a csapat nem bomlik fel. Elérkezik a vízügyi igazgatóság szokásos nyári halfauna felmérése a hallépcsőn. Egy kiugró busa a kutató hátán csattan és a csónakban lendül. Az elektromos halászgép hatására ezek az óriási halak több méterre is kivetik magukat a vízből. A busa láthatólag teljesen uralma alá vonta a területet. A háló közelébe kerülő halak átmeneti, gyorsan múló izombénulást kapnak, így könnyen kifoghatók és nem is törik saját testüket a csapkodással. A nagyobb halak testét hosszabb szakaszon járja át az elektromosság, így az ő eszmélésük kicsivel tovább tart. A hallépcső medencéjét csak biztosító kötéllel vezetett csónakból lehet bejárni, amelyben csupán egy ember maradhat. A szelvények közti zúgókon való átkelés így sem mindig zöggenőmentes. Az adminisztráció innentől a parton történik. A hallépcső faunája igen gazdag. Az építés óta eltelt 5 év alatt 39 fajt mutattak ki, melyek között egyaránt akad álló és áramló vízű élőhelyet kedvelő hal. Ha néhány pillanatig nem figyelnek rá, a mennyhal tolatásba kapcsol és kicsusszan a hálóból. Kimászott. Itt van alatta. A halfauna felmérés mindig jó alkalom egy kis ismeretterjesztésre is. Van benne törpe. Jó, de cuki. Ez egy védett fajú. Vigyázz, mert szúr amúgy. Ja, tudom, mert már láttam sokat. A hallépcső mellett kialakított pihenőtavat a halak állandó élőhelynek is használják, ívásra, táplálkozásra, telelésre. A nemrég észlelt hatalmas mennyiségű busa ivadék ide húzódott vissza. Egyet számuk minden képzeletet felülmúl, ezen a felmérésen a hallépcsőben fogott halak csak nem 90%-a busa volt. A hallépcső feljárója egy kiterjedt állóvízbe, az Abátszalóki medencébe vezet. Ezzel a tiszai halfajok közül az áramlás kedvelők jártak rosszul, mivel a folyón közlekedve hirtelen egy tóban találják magukat, ami nem felel meg környezeti igényeiknek.
egy erős áramlású oxigéndús vízhez és kemény ajzathoz szokott magyar bucó nem tud megmaradni az iszapos, felmelegedett állóvízben, még addig sem, amíg véletlenül rábukkan a folyóba vezető valamelyik öblítő csatornára. Az ívni igyekvő küszök épp az öblítő csatornákban lelik meg a legmegfelelőbb helyszínt. Itt találnak partmenti fűzgyökereket, amelyekre ikráikat rakhatják. A ragadozókat rendkívül érdekli a küszök tömege víz alatt és víz felett is. A csatorna zsilipjének betonján egy kis és egy nagy kócsag eszményi halászhelyet talált. Természetes partszakaszon nem tudnának a mély, áramló vízben úszkáló halakhoz ilyen közel őrt állni. A halmozgást élénk figyelemmel kísérik. A kócsak reflexei bámulatosak. Érzékszervei valószínűleg igen részletgazdag képet adnak neki, nagyjából úgy, mint egy lassított felvétel. A balinok itt is hallatlan vehemenciával vadásznak, de a kócsagnak nem a balin kell. A fél méteres hozt is elérő halakat nem tudná zsákmányul ejteni. A balinok elől menekülő küszök érdeklik a kócsagot. A szétrebbenő rajból ő is kikaphatja a maga halát. Nem véletlenül tölti ilyen szívesen az időt itt, ahol a balinok kikaparják neki a gesztenyét. Néha még a vízbe sem kell nyúlnia érte, a nagyobb halak kilökik neki a kis halot a betonra. Ám ha szünetel a szolgáltatás, saját akcióra ragadtatja magát, odáig megy, hogy ő maga ugrik vízbe a halak után. Ha a halmozgás a part mellett élénkül, a kócsag ott is szerencsét próbál, de hamar tapasztalnia kell, hogy itt sokkal nehezebb halászni. A víz hirtelen mélyül, a part hosszú, a halak gyorsan elmenekülnek. Közben egy róka tűnik fel. Ez az egyetlen hely, ahol át lehet kelni a csatornán. Így az állatok hídnak használják. Kócsagunk is inkább visszatér jól bevált halász helyére. Egy fontos pillanatban a szomszéd kis kócsag átrepül a másik madár térfelére. Az épp bőséges zsákmányt fogott, ezért nem kergeti el, és innentől kezdve egymás mellett halásznak, bár két külön fajba tartoznak, és a méretkülönbség is jelentős köztük. Nem is lehet sokáig megfeledkezni róla, hogy ki itt a főnök. Thank you.
Nagy kócsagnak kettő helyet kell lennie, mert kilométerekkel arrébb a fészekben fiókája várja. Az esős május miatt sok fészekben pusztultak el a fiókák, ebben is csak ez az egy maradt. De ő aztán nem hagyja bántani magát. A bakcsók fészek telepének széle csak pár méterre van onnan. A búbiskoló szülő messziről megismeri érkező párja hangját. Szeretetteljesen üdvözlik egymást. A szomszéd fészekben épp nincs otthon senki, csak a tojások. És az egyikben mozgolódás támad. A fiókás család csak némán szurkol, de nem segít. Más fészkébe tilos a belépés, és a kikeléssel úgyis minden fiókának magának kell megbirkóznia. A bakcsú fiókák nem egyidejűleg kelnek. A telepen találhatunk még tojásokat és különböző korú fiókákat is, néhány napostól két hetesig. A szülők általában délután érkeznek haza, és gyakran éjszaka etetnek. Az éhes fiókák persze nappal is követelik az ételt, lármájuktól a fáradt kócsok fióka nehezen tud pihenni. Tisza tó legészakibb részén, a Tisza-Valti medencében található fás érparti nagy gémtelep legdominánsabb lakói a Káró katonák. Számtalan fészkük van itt, és a legmagasabb őrfákat is maguknak tartják fenn. Korzójuk az odalent található Terge erdőként ismert terület. A hajdani erdőnek a tározó kialakításakor sietve derékba vágott fatörzsei nyári vízszintnél is kimeredeznek a vízből, ezeken pihennek a Káró katonák. Merülés után a szárnyakat kitárva meg kell szárítani az evező tollakat. Sok száz madár ejtőzik és diskorál itt, a halakat messzire riasztva. Ezért a zsákmány szerzést inkább a telep mögött, eldugottabb helyeken, egyedül, vagy kisebb csoportokban oldják meg. Ha a terep eredménnyel kecsegtet, jöhet a merülés. A Káró katonákról az a hír járja, hogy összedolgoznak, de itt most hárman három felé merülnek. Napi fogyasztásuk mintegy 3/4 kiló hal, amit ilyenkor nyáridőben nagyrészt kisebb halakból szednek össze. Tágulékony torkuk nagyobb halak elnyelését is lehetővé teszi. Egy vörös gém sétál a gáton kívül a rét szélénél. Az Európa szerte fogyatkozó vizes élőhelyek és növekvő mezőgazdasági területek miatt egyre gyakoribb, hogy halászatra specializált madarak elhagyják a vizet és a földeken vadásznak. A vörös gém a réten szöcskéket, gyékokat, pockokat is foghat. Óvatos, halakat el nem riasztó mozgásának itt is hasznát veszi. A mezőgazdasági művelés egészen a tópartig ér. Nyáron a tó felszíne is kizöldül, benövényesedik. A jól sikerült ivásokból származó temérdek halivadék megfelelő búvóhelyet talál a vízi növények között. Thank you.
ivadék méretű, de kifejlett hal a kaukázusi törpegéb, a magyar halfauna legfiatalabb és legkisebb tagja. Eredeti hazája a Fekete-tenger partvidéke, ám 2012-ben már tömeges jelenlétére figyeltek föl a Tisza-tóban. Mindössze 3 cm-esre nő, és 1-1,5 évig él. Ragadozók táplálékaként lehet jelentősége az ökoszisztémában. Kiszámíthatatlan, többi haltól eltérő mozgása miatt nem könnyű zsákmányul ejteni. A tarka gép jóval lomhább hal. Ha teheti, inkább kúszik, mint úszik. A fenéken vagy növényeken, úszadékfákon araszol, mivel úszóhólyagja nincs. Orrából kiálló 2 kis csövecskével tájékozódik. Egy nagyobb fajtással való találkozás visszafordulásra készteti. A harcsafészekben már mozog az új nemzedék. Az öreg harcsa kivárta itt, amíg ivadékai kikelnek. A nagy testű halak, akár a fák, egyre lassulva bár, de életük végéig növekednek. A harcsa csontjaiban a fák évgyűrűjéhez hasonló növekedési zónák mutatják az életkort. Harka Ákos halkutató még a 80-as években kiszámította az éves növekedés fokozatos csökkenéséből, hogy a tiszai harcsáknál az elméleti felső mérethatár 3,5 méter felett van. Ám ezt sosem érik el, mert hamarabb kifogják őket. A harcsa így is vizeink legnagyobb testű állandó hala, a maga 2 méter feletti hosszával. Dr. Harka Ákos nyugdíjasként is aktív. Segítőivel a tiszatavi halak szaporodásának sikerességét, az ivadékok mennyiségének alakulását és növekedését minden évben figyelemmel kíséri. Egyszerű és ősi eszközzel. 2 közhálóval szűrik meg a vizet, és helyezik partra a kifogott kis halakat, melyekről pontos rajstromot készítenek. Egy tarkagép. Egy tarkagép. Egy ökleivadék. Egy küszivadék. 5 küszivadék. Különleges vízterület a Tisza-tó, mert folyó és álló víz is egyben. Ennek köszönhető, hogy itt található az ország legváltozatosabb, legnagyobb fajgazdagságot felmutató halállománya. 58 mm. 19,3. 93. Nyár közepére a teljes terület mozaikossága tökéletesen kirajzolódik. Holtágok, szigetek, belső tavak, köztük kisebb-nagyobb átjáró csatornák teszik oly rendkívül változatossá ezt a vizet, hogy mesterséges volta, alig hihető. A
Tiszató nagy részét nyárra elborítják a felszínig felhatoló hínárnövények. A tündérrózsa egész nyáron virágzik, a súlyon pedig hatalmas mezőket alkot, amit minden nyáron vízikaszálással igyekeznek lassítani. A motorcsónakok orrára szerelt lengő kaszákkal nem a teljes súlyon mezőt vágják le, csupán sávokban nyitnak ablakot a fény számára, ezzel adva lehetőséget a haltáplálék szervezetek elszaporodására. A munka eredménye messziről látszik. A kezelésbe vett területeken csíkossá válik a növényborítás. A halak közül főként az ivadék kedveli ezeket a helyeket, ahol a szegélyek mentén élelmet és búvóhelyet is talál. A növényszőnyek tetején zajlik az élet. Sok madár választja vadász területül a hullámzó zöld mezőt, néhány még a fészkét is ide rakja. A védett tündérfátyol sárga virágszőnyege elborítja a poroszlói medence egy eldugottabb sarkát. A fattyú szerkő, ez a kistermetű, légi akrobata halászmadár, az aranyló tündérfátyol mezőbe építi úszófészkét. A tojásokon a pár felváltva kotlik. Naponta többször cserélnek. A fészkek sűrű telepet alkotnak, és a közelebbi szomszédokkal mindig akad nézeteltérés. A kotló madarat a párja eteti az általa fogott apró halakkal. Alattuk méternél mélyebb a víz. A fészek pedig könnyen átnedvesedő növényi korhadékokból, avasnádból, tündérfátyol levelekből épült, ezért folyamatosan szállítani kell a tetejére a friss építőanyagot, miközben az alja átázik és süllyed. A kotlás a könnyebbik feladat. A másik fél folyton ide-oda repdes a fészek anyaggal. Alattuk a növénymező szárairól szivárványos ökle csipegeti az élő bevonatot. Nem sokára a bodorkák is csatlakoznak hozzá. Egy másik gyakori hal, a vörös szárnyú keszeg azonban nem csak a bevonatot fogyasztja a növényekről, hanem magukat, a zsenge leveleket, hajtásokat is megeszi. Növényi táplálék nélkül hiánybetegségek is felléphetnek nála. Semmi mással össze nem téveszthető, kerekded, színpompás hal úszik elő a hínárosból. A naphalat amerikai őshazájából gondatlan akvaristák szabadították a hazai vizekbe, s hamar az egyik leggyakoribb tagja lett a faunának. Akár csak a 20. század elején, amikor bekerültek hazánkba, a naphalpárok nászuk idején most is keringőt járnak. A nyomukban simára kopik a táncparkett a sekély vízben. Az lesz a majdani fészek helye. A hím családjáért tanúsított önfeláldozása is múlt századi stílusú. Egész napját ott tölti a kis csupasz területen, és őrzi a fészket, melynek szegélyén a megtermékenyített ikraszemek fejlődnek. Ha másik halat észlel, fúriaként rohan oda és kergeti el a betolakodót. Veszélyt látva a fészkét őrző naphal pillanatnyi mérlegelés nélkül lendül támadásba, még az ember kezének is neki ront. Ez a bátorság lehet egyik oka a terjedése sikerének. Ez az öreg példány sebesült homlokkal és valaha nyomorékká tépett, fél mellúszóval is rettenthetetlenül örködik. Van valami azonban, ami elől hiába őrzi a fészket. Bármekkora ellenfélnek neki megy, de ami most jön, az nem nagy, ám sok. A fekete törpeharcsa frissen kikelt ivadékai hatalmas bolyokban fésülik át a hínárost, bármi ehető után kutat. A
A törpeharcsafajokat a 20. század elhibázott idegenhal telepítései során hozták ide, és a jövevény állandó ökológiai veszélyhelyzetet idéz elő rendszeres túlszaporodásával. Augusztusban megkezdődik a fekete törpeharcsák második ívási hulláma. A vízben nincs ellenségük. Néhány halászmadár ugye megfogja őket, de elfogyasztani a mérges tüskék miatt nekik sem könnyű. A törpeharcsa inváziót emberi beavatkozással igyekeznek lassítani. Ökológiai célú szelekciós halászok járják a tavat, varsáig fogásából csak a törpeharcsát tartják meg. A halász a hálóba tévedt őshonos halakat nyomban szabadon engedi. A napi zsákmány oly mennyiségű lehet, amit a kis csónak egyetlen fordulóval nem tud kiszállítani. Egyrészt tehát a haltartóban marad, egy fuvarnyi pedig a halpiacra kerül, a halász szabadon értékesítheti. Az amerikai eredetű fekete törpeharcsát népélelmezési céllal tévedésből hozták be Olaszországból 1980-ban, és rendszeres túlszaporodása nem csak korábban bekerült rokonát, a barna törpeharcsát szorította ki vizeinkből, hanem az őshonos fauna tagjait is veszélyezteti. Ez nem annyira meleg, ezt csipegethetem. Jó. Hosszával mosát. Felnyitják, és a 49. Finom. A tiszató idegenforgalma nyár végéig évről évre egyre sűrűbben pezseg. Turisztikai fejlesztéseknek, fesztiváloknak és nem utolsó sorban magának a túlnak köszönhetően egyre több ember tölti itt a szabad idejét. Akik a természet csendjét szeretik, azoknak szeptemberig várniuk kell. Ősz közelettével a madarak nagyobb csapatokba kezdenek verődni. A sirályok az elsők, már az augusztus végi csendes napokon összefognak. A szeptember enyhet adó északi széllel érkezik. Katonaszitakötők hímje biztosra megy. Először az idegen hímivar sejteket távolítja el az általa megragadott nőstényből, és csak utána helyezi bele a sajátjait. Ezután tandembe kapaszkodva keresik fel a peterakó helyeket. A hím irányítja a nőstényt, így személyesen győződik meg arról, hogy megtörténik az általa megtermékenyített peték lerakása. Napok rövidülnek. A távolodó fény vissza-vissza néz, káprázatos színeket csal ki az elcsendesedett Tiszata vitájból. Beköszöntött a Tiszató negyedik évszaka, a nagyvizes ősz. A vadludak társadalma is összefogott, népes csapataik minden irányból újabb érkezőkkel gyarapodnak. Tavat körülvevő gátra két idei őzgida életében először merészkedik ki. Anyjuk az erdősávon túlról figyeli őket. Elment a két lány virágot szedni, elindultának kezdének venni. Egyik a mástól kezdik értezni, ki volt az éjjel véget kérdezni.
A töltés kaszált füve és a közmunkások által frissen lemetszett gajak csalták őket ide, de egy-két harapás után inkább visszatérnek az erdősáv biztonságába. A mezei nyúl sem tud ellenállni az ősszel is zöldelő fűnek. Épp időben áll odébb, az érkező róka nem látta meg. A töltésen a vadak némileg megszokták az emberi forgalmat, ezért nyugodtabban időznek rajta. A róka a gát oldalába járatokat forró pockokra vadászik. Ez most nem sikerült, de a gát hosszú. Valahol biztosan nagyobb szerencséje lesz. Október az abátszalóki strandon. A part kihalt, sehol egy lélek. A vízben nem megy senki, eső is régen volt már, így a Tiszató legmélyebb vízteste, az abátszalóki medence az itt megszokotthoz képest egészen letisztult és átlátszóvá vált. Elsőként tájidegen fajok tűnnek fel, így az amerikai eredetű cifrarák, amely a rá nem veszélyes rákpest is terjesztésével őshonos rákjaink jelentős részét már kipusztította. A távol-keleti amurgéb nem nő nagyra, de ő felelős egyik legkülönlegesebb halunk a lápipóc eltűnésért a legtöbb tiszamenti élőhelyen. A cifrarák és az amurgéb katasztrofális meghonosodását is emberi felelőtlenség okozta. A strand átmeneti háborítatlansága nagy halforgalmat eredményezett a part mentén. A bodorkák és hüggérek között néhány vágó dorbincs jelenik meg. A horgászok által megvetően csak paptetűnek nevezett kis hal régen tömeges volt. Sokan, ha véletlenül kifogtak egyet, egyszerűen agyon taposták vagy kidobták a partra. A közelmúlt során Európa szerte drasztikusan megfogyatkozott, emiatt Magyarországon néhány éve törvény rendeli el, hogy tilos horgászni rá, minden példányát vissza kell engedni. A harraj leír egy tiszteletkört az érkező balin körül, igyekezve távol maradni tőle. A folyami gébek egyre nagyobb szerepet töltenek be ragadozók táplálékaként. A sügér is kitanulta, hogyan kapja el a furcsa mozgású, fenéken mászkáló halakat. Persze, ha túl nagyok neki, kisebbeket kell keresnie. A strand és a kikötő parti építményei alatt egyre több és többféle hal tűnik fel. A pontyok elhagyták a nádas oltalmát, és inkább itt gyülekeznek. A halak valamit megérezhetnek a közeljövő változásaiból, mert egyre többen gyűlnek össze itt, a Tiszató legmélyebb medencéjében. Még az éjszaka hala, a harcsa is előjött, és vár valamire a nyílt vízben. Amit a halak éreztek, most bekövetkezik. A duzzasztó műben megkezdik a tározó részleges lecsapolását. Ez a Tiszató éves körforgásában a legdrámaibb változás. Az ötödik évszak, a kisvizes ősz kezdete. Sok helyen egyszerűen nem marad víz. A csupasz tófenék tűnik elő.
Az élővilágot új kihívás elé állítja a vízeltűnése. A réti csík most nagy hasznát veszi hajszál erekkel gazdagon átszőtt utóbelének, melyel a lenyelt levegőből is képes oxigént felvenni. A népnyelvűt ásoványhalnak is hívja, és tudományos nevében is szerepel a fosszilis, azaz ásatag jelző. Kiszáradás esetén a laza mederfenékbe ássa magát, és ott várja be az újabb áradást. Sietnie kell, mert a kiszáradt partot ragadozók járják, kintereket halakat keresve. A guvat, kistermetű madár, férgek és kisebb halak után kutat. A réticsik mozgása felkelti a figyelmét, de a madár habozik, mert az emlékeiben nem él kép ilyen furcsa halról. Tétovázásán gyorsan urrá lenne, de a csík az utolsó pillanatban beássa magát. A guvat számára a hirtelen eltűnő hal a második meglepetés ezen a napon. A többi hal nem ilyen szerencsés, rájuk szomorú sors vár. A fulladás hosszas szenvedésétől legtöbbjüket megmenekítik a kócsagok és más halászmadarak. Néhány nap alatt eltűnnek a haltetemek a leeresztett tómederből. Az eldugottabb kis kubik gödröknél legfeljebb az ökörszem énekel, a bentreket halok semmi és senki által nem látva fuldokolnak az oxigénszegény vízben. A halőrök azonban néhány napon belül tudomást szereznek a helyzetről, és halmentést szerveznek. Az eső itt nem segít. A központi lecsapolással a víz egyre apadni fog. A halőrök kerítőhálóval fogják ki a gödörben rekedt halakat, majd kiviszik őket a Tiszához. Itt szétválogatják a zsákmányt, amelyben védett, őshonos és tájidegen fa is akad. A mintegy 30%-ot kitevő őshonos halat a Tiszába engedik. A munkát addig folytatják, amíg halat találnak a kiszáradó gödörben. Az Abátszalóki medencében maradt aránylag a legtöbb víz. Nem véletlenül gyűltek ide a halak még nagy víznél. Most itt van a legkülönfélébb vízi madarak találkozó helye is. Abátszalók késő ősszel a madarászok, madár megfigyelők paradicsoma. A szárcsák külön rajban keresgélnek a vizen, a récefélék és a vadludak inkább a sárban kutatnak. Az egész táj lüktet és mozog a madaraktól. A veszélyt elsőként a ludak észlelik. A szárcsák is menekülnek, a récék is felrebbennek. Az Abátszalóki medence összes madara pánik félelemben kavarog a levegőben. Három portyázó fiatal rétisos érkezett. E hatalmas ragadozók szárnyfesz távolsága elérheti a 2,5 métert. Egy otragadt réce az utolsó pillanatban bukik alá egyikük elől, de ezzel nem menekült meg, mert a sas egy kör után újra próbálkozik. A sasok nem tűnnek igazán éhesnek, inkább csak felmérik a terepet. Évről évre sok kóborló rétisas dönt úgy, hogy a Tiszatónál tölti a telet. Thank you.
reggelek már ködösek a Tiszán. A víz ide szorult vissza. A halász két társát várja, hogy megkezdjék lehelyezett, hatalmas fenékvarsáik napi ellenőrzését. A természetes vízi, kereskedelmi célú halászatot az egész országban megszüntették néhány éve. A halászok számára az ökológiai célú gyérítő halászat jelenthet alternatívát. Kizárólag tájidegen fajokat foghatnak ki, az őshonosokat vissza kell ereszteniük. Ezzel hozzájárulhatnak az egyik legnagyobb ökológiai probléma enyhítéséhez, és egyben a mesterségüket is tovább bűzhetik. Ez a halászat most busára szól, amit más módszerekkel igen nehéz hatékonyan gyéríteni. Ugyanezen a reggelen, nem messze innen, a halfogás másik, modernebb és egészen más célú módját is megfigyelhetjük. Horgászok hódolnak szenvedélyüknek. A pergetés módszere ragadozó halakra szól. A kifelé csévélt zsinór végén kis halat vagy férget utánzó műcsali ingelkedik. A horgon egy kisebb csuka fickándozik. Kiemelése után az történik, ami halfogó között csak a legutóbbi időkben kezdett elterjedni, a horgász nyomban visszaengedi a halat a vízbe. A cél tehát itt első ízben nem a zsákmányszerzés, hanem maga a fogás élvezete, a sport, játék. A következő busa is hálóban van. Ezt nem sportból fogták meg, a halász számára kenyérkereset. Kemény és sokszor nem is eredményes munkájának itt maga a hal a díja, amit szabadon értékesíthet a halpiacon. A busák sokat ugrálnak és dobálják magukat, így a hálókat gyakran javítani kell. Amíg apa és fia ezen dolgozik, addig a másik halász elindul meglátogatni a saját orsáit. Közben a reggeli köt feloszlik, és derűs őszi nap veszi kezdetét. A horgászok minden halat visszaengednek. Egyfelől így több hal marad, nem apad az őshonos állomány, másfelől azért vannak, akik szerint a horgászatnak ez a módja közel áll a szórakozásból gyakorolt állatkínzáshoz. Bárhogy is van, a lelkiismeretes horgász vigyáz a halra, és a lehető legkisebb sérülést és szenvedést okozza neki. A varsában megmozdul valami hatalmas. Ez a méret harcsának is becsületére válna, mégis egy óriási busa lapul a hálóban. Megközelítheti a 20 kilós súlyt. A horgászpáros nem adja fel. Csukán kívül másféle harra is várnak, amely mindjárt meg is érkezik. Neked is? Nem biztos. Ott van, sülő. Ott van, nehéz. Jaj, de szép. Ott egy más. Egy-egy hüllő teszi változatosabbá a pergető horgászok őszi fogását. Szép az ugye. A halászok varsájába is akadhat hüllő és más őshonos hal is. Ilyenkor a szabály egyértelmű, vissza kell engedni őket. A 7 kiló körüli gigászi hüllő ugyanúgy szabadon távozhat, mint a keszegek. Ha busán kívül több más hal is volt a varsában, a halász felszedi és távolabb rakja le azt, hogy ne zavarja a telelése összegyűlő őshonos halakat. Decemberrel feltámad az északnyugati szél, csípős hideg érkezik. Az emberek, az állatok és az egész lecsapolt holdbéli táj megadóan várja a tél érkezését.
vadludak a környező földeken táplálkoznak, de a vízen nagyobb biztonságban érzik magukat, ezért naponta többször is megteszik az utat e két hely között. Mindig nyílt területre, tó vagy puszta közepére szállnak le, hogy ne lophassák be őket ragadozók vagy emberek. Kijelölt őrszemeik időközönként váltják egymást. A hideg nem zavarja őket, addig maradnak, amíg le nem esik a hó, és el nem takarja táplálékukat. Akkor egyszerűen délebre vonulnak a hóhatár alá. És a fagy késik. December elején a Bere felső holtiszán és a négyes számú öblítőcsatornán szabad vízben úszhatnak a halak. Itt több nyom utal a vidra jelenlétére. Előbb-utóbb maguk az állatok is feltűnnek. A vidra szereti mindig ugyanazt az útvonalat és partszakaszt bejárni, különösen, ha ilyen sok a kis hal. Ez a példány nem siet. Elnézegeti halfogásban szintén jártas kollégáját, a kócsolót. Hirtelen azonban felfigyel valamire. Egy kerékpáros halad a gáton. A vidrák pedig ilyen elővigyázatos és emberkerülő állatok, amire sajnos meg is van minden okuk. A kerékpáros tovább halad, így a vidra is megkönnyebbül. A vízben nincs hal, ami megmenekülne előle, de ő a kisebb, könnyen mancsba fogható halakat részesíti előnyben. Leggyakoribb zsákmánya hát a keszekfélék mellett a törpeharcsa és az ezüstkárász. Ilyenkor tulajdonképpen ő maga is ökológiai célú szelekciós halászatot folytat. A halat természetesen nem engedi vissza, és nem is raktározza. Egy biztos helyre vonulva azonnal elfogyasztja. Fordulhat persze, hogy többet fog, mint amennyit meg tud enni, ilyenkor egyszerűen sorsára hagyja a megkezdett haldögöt. Ezért az ember ráfogta, hogy pazarol, és máig kevesen tudják, hogy igazából pozitív ökológiai hatást fejt ki. Amíg a vidra aludni tér, addig kint hagyott hala más állatok táplálékául szolgál. Télidőben sok állatnak egyetlen élelme lehet a vidra által kint hagyott hal. Ezt most először egy széncinege találja meg, de nem sokáig örülhet neki, mert egy nagyobb madár, egy szajkó érkezik. Ő sikeresen el is ragadja a halat. A cinege visszatér, és méltatlankodva látja, hogy az előbbi hal sehol sincs már. A szaga azonban még ott van, amit a madarak nem éreznek, de a most érkező nyuszt annál inkább. A halat már ő sem találja meg, de azért biztos, ami biztos, egy területjelölést nem mulaszt el. A cinege álhatatos madár. Ha kitartóan kutat a vidra területén, előbb-utóbb neki is jut hal.
A vidra tehát, ha nem is tudatosan, de jóval az ember előtt megvalósította a téli madáretetést. Megjött az igazi tél. A Tiszató 6. évszaka. A hó betakarja a lecsapolt tófenekét és az ártéri erdőket. A fagy markába szorítja a világot, és csak azt engedi túlélni, aki és ami megfelelően felkészült rá. Fehér takaró alatt lapul a tó. A gátvonala felülnézetből csak a mellette futó erdősávból sejthető. Az örök bohém récék a téli dermedésben saját strandot alakítottak ki. Léhógó a nevük azoknak a be nem fagyott vízfoltoknak, amiket a vízimadarak állandó mozgása tart jégmentesen. A szegélyen lévő jég igen vékony, szárazföldi ragadozó ide bejönni nem tud, a sekély víz alján pedig mindenféle finom falatokat lehet keresgélni. A récék igazán nem értik, mi olyan szörnyű a télben. Egyre többen érkeznek, és a lihogó egyre kiterjedtebb lesz, végül a Sarudi medence szélességének felét elfoglalja. Egy szigeten megbújó belső tavon, a göbén egy félrehúzódó hattyú család saját lihogót alakított ki. Elvonulásokuk a négy visszamaradott, későn kikelt gyenge fiókájuk. A természet most egy rókát küldött, hogy mérlegre tegye őket. És egyúttal a rókát is, aki szintén mérlegelhet az éhsége és a vékony jég miatt érzett félelme között. Egy ökörszem meglátja a rókát, és riasztani kezd. Ez már túl nagy felhajtás. A róka inkább keres egy másik partrészt, ahonnan le lehet menni a lihogóhoz. A hattyúk középre gyűlnek, a jég pedig veszedelmesen vékony. Ez volt most a szerencséjük, és a róka bal szerencséje. Az ember nem csinál gondot belőle, ha a jégre kell mennie. Az örvényi morotva lecsapolt medrének fagyos iszapját egy hatalmas munkagép töri fel. A halakért van itt, bár éppen közel, s távol, sehol se víz. Éjjel-nappal, ködben és fagyban folyik a munka. Azon dolgoznak, hogy a következő télen legyen itt elegendő víz is, hal is. Egy mély árkot alakítanak ki a mederben, amely halágyként funkcionál majd, hogy az őszi leeresztést követően itt is tudjanak telelni a halak. A halágy közel 1 kilométer hosszú, 11 méter széles és 2 méter mély lett, a meder pedig 26 000 köbméter iszappal lett szegényebb. Zajlik a Tisza. A jégtáblák egyre sűrűsödnek. A vízzel teli tó zajló jegével a parti építmények és maga a kiskörei duzzasztó sem tudna megbirkózni. Ezért csökkentik térre a vízszintet. Thank you.
Nyílt vizet továbbra is szinte csak az Abád-Szalóki medencében látni, ahol telelőszárcsák hatalmas csapatai gyűlnek össze. A szárcsák felváltva buknak víz alá, és hoznak fel maguknak egy-egy csipetnyi moszatot és növényi törmeléket. Zsíros tolluk taszítja a vizet, belső zsírrétegük jó hőszigetelő. A rétszék lihogója hamarosan célponttá válik. Egy öreg és egy fiatal rétisas szemeli ki magát. A rétszék nyomban menekülnek, de néhányan visszahullanak, vagy inkább el sem indulnak. Ők az öreg, fáradt, gyenge példányok. A sasok miattuk jöttek, tudva, hogy könnyű zsákmányt jelentenek. De nem fogják meg őket azonnal, inkább felülnek egy magas őrfára, és onnan vigyázzák a kocsákat, mintha saját nyájuk lenne. Akár egész nap is ott ülhetnek támadás nélkül. A reppenésnyire lévő élelem közelében. A rétisasok táplálékának nagy részét hal teszi ki. Télen, amikor a vizek bezárulnak, főleg elpusztult, nagyobb halakat keresnek, amik köré aztán többen is odagyűlnek. A sas sokáig elbíbelődik a fagyos hússal, felkeltve két társa figyelmét és étvágyát. Az összecsapás elkerülhetetlen. Talán a nevető harmadiké lesz a hal. Nem. Az eredeti tulajdonos visszaszerzi, és nyomatékosan leszögezi, hogy ez az övé. A halak zöme télen vermel, ám ez nem téli álmot jelent. Ébren vannak, és egy beszűkült területen úszkálnak is, de életfunkcióik lelassulnak. Táplálkozásuk szünetel, vagy minimálisra csökken, tartalékaikra vigyáznak. Kopoltyú fedőik is szinte mozdulatlanok, éber tetszhalottként lebegnek a mélyben. A kisebb halak aktívabbak ilyenkor is, de a csapatba verődés és a téli apátia náluk is meghatározó. A törpeharcsák idei generációja a jég alatt is együtt marad, más halat nem engednek maguk közé. A harcsa is csapatos túltelel, de néhány öreg példány egyedül is elfekhet egész térre az uszadékfák közé. Más ragadozók aktívak maradnak, és jobb hián egymást teszik. Ez a sügér rosszkor volt rossz helyen, bal szerencséje csukával hozta össze. Telelő halak réme a káró katona. Télen a hazai állomány megsokszorozódik az északról ideérkezett példányokkal. A vermelő halak közé úszva az egész csapatot szétzavarják, így nem csak azok pusztulnak el, amelyeket megfognak, de a többi is legyengül az állandó zavarástól. A probléma összetett, mivel a káró katona védett madár, ám nagy csapatokba állva vitathatatlanul óriási károkat képes okozni, nem csak a halgazdaságok, de a természetes vizek halállományában is. Ha a káró katonák találnak egy telelő törpeharcsabolyt, nem néznek másra. Ilyenkor örvendetes a tevékenységük.
Számukra ennek a tüskés halnak az elfogyasztása sem jelent különösebb gondot, így nagy mennyiségű törpeharcsától tudják megszabadítani a vizeket. A hó elolvadt, de a fagy tartja magát az óhalászi holdtiszán. A patkó alakú medren kívül nem sok hely van a közelben, ahol elég mély víz van a jég alatt a csukák szaporodásához. Csuka az egyik legkorábban ívó halunk. Már a februári ég alatt felkerekedik, hogy lehetséges párjelöltekkel találkozzon. Vigyáznia kell azonban, mert nem sok más hal aktív ilyenkor, és ha egy nála nagyobb fajtással sodorja össze a végzet, nász helyett tor lehet a dologból. A zavaros vízben elsőre nem látszik jól, mekkora is lehet a szembejövő csuka. Mindkettő tart kicsit a másiktól, megállnak, és farkas szemet néznek. Egyikük úgy érzi, a másik veszélyes lehet rá, és inkább elmenekül. Ha nagyjából azonos méretű és különböző nemű csukák találkoznak, a nőstény lassabban úszik el, a hím pedig követni kezdi. Márciusban újra itt vannak a cangók. A tél elmúlt, a hat évszak körbeért. Megkezdődik a kisvizes tavasz. A Tiszatóban sok hó dél, és amíg száraz a meder, visszaszorulnak az öblítő csatornákba, és itt összesűrűsödik az állomány. Tevékenységük nyomai mindenfelé szembeötlők, de magukat főleg akkor mutatják, amikor leszáll az éj. Ilyenkor indulnak úszókörútjukra, és keresik az ehető kérgű fákat, később pedig a friss hajtásokat. A Tisza által idáig szállított hordalék a vízben ráragad vastag bundájukra, ezért sok időt töltenek annak tisztogatásával. A hód a hajdani prémvadászat miatt pusztult ki a Kárpát-medencéből, visszatelepítése nyomán azonban már szinte bármelyik vízünknél előfordulhat. A víz most melegebb, mint a koratavaszi csípős levegő. A harcsa is felébredt a telelésből. Vérbeli éjszakai hal, ilyenkor nyoma sincs rajta a nappal megszokott tunyaságnak, aktívan keresgél a meder alján. Táplálékának nagy részét ebben az időszakban főként rákok, puha testűek teszik ki. Sok szakember állítja, hogy a Tiszató az ország legjobb harcsás vize. A duzzasztó szomszédságában a káró katonák egy új telepet kezdtek építeni. A birtokba vett fa teljesen elhalt, és fehér lett a madarak maró, savas őrülékétől. A káró katonák túlszaporodott állományának gérítése kizárólag az ilyen homogén telepeken engedélyezett, ahol nem költ más madár, és csak addig, amíg fiókáik ki nem kelnek a tojásaikból. A fa alá beálló vadásztól most elriadtak, de nem kell sokáig várni, hamarosan megpróbálnak visszatérni.
2019 koratavasz időszakában 113 madarat lőttek ki az ezzel megbízott vadászok. A sebzett, sérült madarakat sem hagyják szenvedni. Jár nekik a kegyelemlövés. A nagy fás érparti vegyes telepen a kárókatonák is nyugodtan fészkelhetnek, mivel itt a többi, fokozottan védett madár miatt tilos bármiféle zavarás. A telep így még terjeszkedhet is. A koratavasz a fészkek javításának ideje, a legtöbb pár most ezzel foglalatoskodik. Mellettük legnagyobb számban a szürkegémek rakják a telepet. Messze hangzó kiáltásaik összekeverednek a káró katonák zsivajával. A párok egy életen át monogámok. A párzás közelettével először apró érintésekkel erősítik a köztük lévő intim viszonyt. Amikor már elég meghitt a hangulat, következhet maga a párzás az általuk birtokolt családi fészekben. Ez az aktus 23 másodpercet vett igénybe. Alkonyatkor sem csitul a telep lármája. A káró katonák lassan elfoglalják alvófáikat, de továbbra is élénken diskurálnak egészen a teljes sötétség beálltáig. A legmagasabb ponton őrködő öreg madár látja utoljára a lenyugvó napot. S ha nem is fogja fel, de talán érzi a teret, a változatos és sokféle tájokat, a nem soká újra megtelő medencékben hullámzó nyílt vizeket, a szűk csatornákat, integető nádasokat, millió zugot rejtő ártéri erdőket, eldugott szigeteket, morotvákat, holtágokat és belső tavacskákat. És érzi a múló időt is. A nyári pompás, zöld burjánzást, a messzenéző, tiszta, őszi verőfényt és a hirtelen lecsapolást, a téli fagy csípős dermedését és a vízváró tavaszi ébredést, az örökké változó szőketú ember és természet alkotta körforgását.